A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ hagyományos rendezvénye a mentálisan sérültek karácsonya. Az eseményen a három dunaszerdahelyi speciális alapiskola tanulói, valamint a mentálisan sérülteket segítő társulás klub tagjai vettek részt, összesen mintegy 100-an. Az előcsarnokban feldíszítették a karácsonyfát, amelyet az adventi koszorúval együtt felszentelt a katolikus plébános. A résztvevők énekeltek és szavaltak is, majd a Mikulástól átvették az iskolai gyűjtésből összeállított ajándékcsomagot. 16. alkalommal szervezett adventi játszóházat a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség Kálvin Polgári Társulása. Az eseményen a református hittant látogató alapiskolás tanulók, az elsőtől a hatodik osztályosokig, valamint szüleikkel óvodás gyermekek vettek részt több mint 50-en. Borostyánból adventi koszorút, papírból karácsonyi üdvözőlapokat, tornyos templomokat, fenyőfadiszt készítettek. Illatos mévias gyertyákat csodortak a gyerekek, továbbá kidíszítették egy anyuka otthon sütött mézes kalácsait. Az adventi játszóházat a város önkormányzata is támogatta. A Mikulás december 9-én ezúttal is a Sikabony Polgári Társulás meghívására lovaskocsin jött el a városrész közösségi házába, hogy Manói és a Krampusz társaságában elhozza ajándékát a helyi gyermekeknek. Szülei kíséretében több mint 20 apróság és nagyobb gyermek vehette át a várva várt ajándékcsomagot. A bátrabbak kis szerepléssel is rászolgáltak az édességekre. Idén a sikabonyi közösség megtisztelő külön feladattal bízta meg a Mikulást. Ő gyújtotta meg a sikabonyi adventi koszorú második gyertyáját. A Dunaszerdai Sakklub bajnokcsapata számára újabb hazai kettős fordulóval folytatódott a 2018-19-es Sakk Extraliga. December 8-án szombaton 4-4-es döntetlent ért el az élmezőnbe tartozó Modor ellen. Másnap a pont nélkül reménytelenül utolsó Aszós már könnyű feladatnak bizonyult, fölényes 6-2-es győzelemmel. A csallókezélyek közül egyedül Bokros Albert és Csonka Attila győzött mind a két versennapon. A csapat 10 pont birtokában vezeti a bajnoki táblázatot. A következő kettős fordulóban Zsolnán, valamint Liptó-Szent Miklóson szerepel.